Sziasztok! Kukik! Na, az a helyzet, hogy rászántam egy pár órát erre, és mire megtaláltam ezt a buzit, a többi 9 helyen nem volt. Kétszer megtaláltam, és a harmadikra mind a 10 helyet át kell néznem, és a 10. helyen lesz a Celestial Dragon, akit kergetünk. Csak én nem tudtam, hogy ezen a pályán is itt van. És nézzétek meg, ott. Ott a feje, ott lóg a feje. Ott. Hogy a kurva száját. Úgyhogy most oda fölmászunk. Szétvertem azt a varázslót. Akkor lökjél bele. Felé. Itt van a kurva szádat. Aha. Na. Így né. És akkor most... Elkaptuk háromszor, vagy megtaláltuk háromszor, és vissza kell menni, és meg kell vásárolni a boltban a Music Score-t. És elvileg ez lesz az utolsó, úgyhogy mi elmegyünk zenélni, aztán megöljük a Final Boss-t. Nem is került semmibe. Azt hittem, hogy konkrétan meg kell vásárolni. Meg kell vásárolni, de nem kell megvásárolni. Makoto.
Jó, menjünk el a zenélős kriptához. Az itt van. Pinar. Menjünk beorganázni, ami meg zongora hangja van. I have a score to play. Több scorem is van, amit le kell játszani. Na nézzük, azt mondja, hogy van egy ilyen Through Cursed Kingdom. Addig hozok valamit, hogy innivalót. Oda to the light. Jó, és ott a piros gem. Mert a 12. music score-t is lejátszottam. A 13. a sárkányos az meg egy másik dolog lesz. Ez is tök jó volt amúgy. Ne magnus obras imas conte setanako homestanes. Korote marutos te isokara sisu. Jing. Concert of the night complete. Már csak a collector's art van meg a fő küldetés hátra, ha jól látom. Jó. Gemek. Itt van ez a gem, törzs, trubi. 25%-kal kevesebbe kerülnek a vér skillek. Persze nem a heal, mert az nem. De az ilyen balta, shuriken, tudom én. Na lássuk, Celestial Dragon Sonata. Ezt itt van-e? Ide jött meghallgatni.
Dakero Timo Kaseru. Hello. Onome Tima. Mercarose Kitoro Timo. Melonesu Inatawa Sotu. Edo Kitoro Nakatora Selema Isakuro. Dame Kadasu. Ketonoka Mikasataro. Karake Dasu. Inedo Toma Gore Kasiro Des. Isatau Indomasu. Konai Sendo Itima. Kishima Daro Masasi en Nakoro Kadasu. Akari Konema Usake. Que le está dando. Osu Deku Akaso. Imaikiru. Isatau Toma. Kitépte az egyik szemét és odaadta. Ezért a music score-ért. Mert hogy ők ezért jött vissza. De rossz. Jó, hol van a kollektor? Egyel vissza. Neki elmondjuk. Final Boss írtó stream. Szia Krisz, igen. Igen, már csak az van hátra. Tegnap olyan mészárlást rendeztem, majd nézd vissza. Megöltem az Emperort, megöltem a két upgraded droid robotállatot. Megöltem a Butchert is, úgyhogy nem volt nagy művészet. Na, Infinite Gems Achievement, az összes gemet megkaptam. Most már itt van Sagittarius, állj, 50%-kal nagyobbat sebeznek a nyilak. Most már minden gemem megvan. És az a vicc, hogy nézzétek meg a completion-t, hogy van. Mi az a 33/35? Az a küldetés, aha. Az is mindjárt kész van. Az egyik a fő küldetés, a másik meg a kollektor, de a kollektornak csak akkor lesz vége, ha megöltem a Final Boss-t is. És van egy darab láda, amit nem nyitottam ki. És nem tudom, hogy hol van. Majd annyit megteszek off-kamerába, hogy még az bejárom az összes árust. Akinél secret mappos térkép lehet. Mert valahol elhagytam egy ládát, és nem tudom, hogy hol. De most már mehetünk az utolsó bosshoz. Antichamber Gate of Kings. Betesszük a izét. Így van, 100%-oljuk ezt a játékot. Most már mindenképpen. Nagyon-nagyon közel járunk hozzá amúgy is. Annyit megteszünk, hogy a Time Zafirt kivesszük, betesszük a Minor Enhancert, és az élettöltő helyett betesszük az 50% extra damage-et. Szia Tamás! Na, lássuk mi a vége ennek a játéknak. Time to finish what you started. Sikered előző boss lecsapni? Mind a hármat. Az Emperort is megöltem. A buzi robotot is megöltem, meg a buzi robotnak az upgraded főnök buzi robotját is megöltem. Megszereztem most már mindent, hogy Final Boss-ra megyünk. Minden opcionális szar készen van. Gyere Queen of Light! Megoldjuk, gyere! Megváltoztatjuk itt a sorsukat. Nos. Sziuska! Imai Kiro. Iraki Kira. Igen, úgy kezdődött, hogy szétgyaktál. Mi szotara mage one? Nemoru no masu. Itaruki sotaroma. Soro kimase. Ositake ono. Deko indoro kesta. Oma kiratase no moketes. Kosomaidasi makonite. Kisatau domera kareso. Amakasi koto derame nekastoru. Kisumasake. Jó, na. Te milyen boss vagy? Jaj, te is teleportálsz össze-vissza, mi?
Akkor egyribi vagy? Mit csinálsz? Nem adta oda a véremet. Buziribi! Phase 2. Ja, de jó! Leesős platformos. Hogy? Hogy? Mi a kurva anyád van? Hallod? Működj már. Ribánc! Mit csinálsz? Már sehova nem tudok menni. Ja, hogy menjünk vissza le, értem. Aha. Yes. Hát ezt szétbasztam. Face tank, ultimate damage. Naga, isadurokami, sonami nakate korome. Hát az a helyzet, Tamás, hogy olyan upgrade-eket szereztem az opcionális bossoktól, hogy így ennyi volt. Hát az Emperor, akit megöltem, az az aranyszínű bajszos arc, akinek ekkora kardja volt, ő adott egy olyan gemet, hogy 50% bónusz nem is. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szét lett buildelve a karakter így a végére. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy a Final Bosshoz már úgy menjünk, hogy már mindenki más is halott. Tehát kb. Úgy kell elképzelni, mintha most Dark Souls-oztam volna, és a Soul of Cinderhez úgy megyek, hogy már a DLC-t is megcsináltam, meg mindent felszedtem mindenhonnan, és szana szét vagyok pimpelve. Abszolút megérte a szenvedés, igen. Na, gyerünk, ölj meg! És nem biztos, hogy meg akarlak ölni. Mindent megpróbált, és nem tudjuk kikerülni ezt a szart. Aha, nem tudjuk, a szabályokon nem tudunk változtatni, de a sorsunkon lehet. Jaj, kussolj el! Persze, hogy nem érted. Megmutatom, nyugi. Nyasz! Oké, na nézzük, hogy mit találtunk ki. Oké, most elmondtuk valamit. Igen. Igen. Ide lecsapódik a csajszé, mi? Kíváncsi. Micsoda? Menj már! Ez milyen cliffhanger, bazzeg, hogy nem mondja, hogy... Hogy fogja megtörni ezt a körforgást?
Csak közölte, hogy kitaláltam, hogy kell csinálni. Bízz bennem, minden fasza lesz. De előtte újraindítjuk a ciklust. What? Kösz, hogy megmondtad nekünk is. Hát ez zseniális. Vagy így a credits után lesz még más is? Hát van egy másik Eterna játék, csak az roguelike, nem ilyen. Olyan, mint a Dead Cells. Na, várjál, van tovább. Igen, ez az orákulum temploma, gondolom. What nobody knew is that I actually altered the destiny of the soul at my will. Jó van, takarodjál. Nem elég, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mit akar csinálni a King of Darkness, de ráadásul még az orákulum is bele katyvasztott egy kicsit itt a dolgokba, úgyhogy fogalmunk sincs, mi fog történni. Abszolút. Abszolút senki nem vágja. Csodás. Congratulations. Completed Eterna Noctis et 99,4%. Jó, mindjárt meg lesz az. Igen. 835 halál. Az nagyon jó. 11.884-szer ütöttek meg. És 835-ször haltam meg. 68 óra. Menjünk csak a questet. Adjuk csak le a questet, hogy megöltük a final boss-t. Quest complete, finish what you started. Chamber of Kings guest zone. Ja, ilyenkor ide rak. Az valószínűleg több halálom már nem lesz azért. Shrine of Kings... A Collectorhoz kell elmennem. Collector... Itt van. Ez egy szűk 70 órás játék volt, 835 halállal. Amiknek a nagy részét nyilván a fostos, szaros platformingon szereztem. Ú, nagyon... Nagyon elbaszott platformingok voltak ebben a játékban. Mondom, keményen, mint a Hollow Knight. Y maraqueno y da curo em y satawa bacaremonto y satau goro eterna nei mata nei da notorica tawa no enda kanake inde omas kawatasida nebakoru noideka y samoto kare ding erudite megkaptam akkor a összes questet is. Na,
meg kellene nézni még azt, hol lehet az utolsó láda, amit elhagytam. Mert most van 186 ezer aranyam. És van egy chest, amit nem vettem föl. Minden más megvan. 99,8%. Szerintem ez a 0,2% lesz az a láda. Mert a küldetések is kész vannak. Hát az összes küldetés kész. Na, akkor az lesz. Elmegyünk minden térképre. És megkeressük az utolsó... Megkeressük az összes ilyen térképárust. És megdumáltatjuk vele a tutit. Na, amit tudok, az az, hogy... Hogy az itteni Heroes Rest-es térkép... aki... valahol itt leledsz. Itt van. Őtőle megvettem a térképet, mert itt már mutatná a kérdőjeleket. Mutatta is, és meg is csináltam őket. Ennek is nemrég megvásároltam a térképét, ennek a Tower of Light-nak, és itt sem láttam elfekvőben kérdőjelet. Szerintem most a következő ilyen delikvensünk az ő lesz. Viszont hozzá, hogy tudnék gyorsan eljutni? Innen. Aztán utána a Goblin King-es rész. Nem biztos egyébként, hogy ezt nem vettem még meg. De olyan nincs, hogy egy darab chestet hátra hagyunk. Ha már ennyire kiszázszázalékoltam mindent. Viszont azt megteszem, hogy... hogy visszarakom a healinges... gemet. Ezt. Csak hogy... ne kelljen már foglalkoznom a szörnyekkel. Az se érdekel, ha megütnek közben, mert olyan kurva gyorsan feltöltődik az életem ettől a két gemtől. Aha, ezt megvásároltam, jó. Akkor le kéne mennem a goblinékhoz, és azt is megvenni. Menj már föl. Oda. Hol is van? Várj, ez már ez a goblin király. De ő nem is lehet itt. De akkor hol van a következő térképész arc? Akkor ő itt odaadta a térképét így ennek az egész résznek? Hallod? Ennyire lent? Nincs itt senki. Ha. Jó, hát biztos, hogy találkoztam a térképésszel mindenhol, különben nem így néz neki a térkép, hanem ilyen homályos szar lenne. Úgyhogy akkor ezek szerint itt a goblinos részen nem lesz nekem senki. Akkor menjünk ide, és vegyük meg az ittenit, itt a robotosat. Bár szerintem azt is megvásároltam már. Mindegy, ha megvan az összes kincses térkép, akkor... akkor meg fogom tudni találni a térképen azt a... oh, nem arra. Azt az egy darab kérdőjelet, ami kimaradt.
Azt tudom, hogy az utolsó két térképen megvásároltam, ilyen 60 meg 90 ezrekért meg. Vagy 70 meg 9 ezerért a... 70 meg 90 ezerért. A Collectible mappot, úgyhogy... azzal nem lesz para. Ja, amik hátra vannak, mit tervezek következőnek? Megnézem azt, amivel Pisti játszik most. Ilyen 2D Souls-like féle valami. Az is. Valami... Juxtia, vagy nem tudom mi a neve. Ja, nem erre. Nem tudom, mikor fogok streamelni, mert ma este már nem fogok ráérni. Így talán vasárnap este lesz a következő alkalom. Nem... Ja, nem akartam is leülni. Tarnishingok, csak Juxtia. Na, azt. Igen. Igen, azt. Szia, Bazi! Ma végeztünk a játékkal. Igazából már csak egy darab ládát keresek is. 100%. Megöltem a final boss-t. Tegnap megöltem a maradék opcionális boss-t is. Nézd meg, balfasz. Hallod? Ugorjál már föl, még mielőtt itt lecsúszol. Na, te! Ezt is megvásároltam. Timakenta! Akkor viszont... jó, itt sem látok semmi kérdőjelet. Ez is tankcsapda szám. Nincsenek kérdőjelek, tudom, hogy merre megyek. Az élet hozhat jót és rosszat. Jó, tehát akkor itt fel vannak véve a ládákok. Akkor hol lehet még? Ne csapdát, ne fúj. Mi bajod van a tankcsapdával? A régi tankcsapda számok jók. Jó, ezt is megvásároltam, úgyhogy ha bármi lenne a Forge-ban, azt látnám. A temetős is mind megvan. Cringe lett én, de én most a régiekről mondom. Old school tankcsapda számok. Jó. Elvileg azt is megvásároltam ott, de biztos, ami biztos, menjünk oda. Érted, nem tudok kiugrálni, csak a lifttel fölmenni. Mekkora fasság. Nem tudom, én nem is hallottam még az újat, csak mondták, hogy mióta összeálltak a... azzal a csoda gyerekkel. Aztán azóta érdekesek lettek a műveik, de még nem volt hozzá szerencsém. Akkor oda nem... oda. Szerintem ezt már megvettem. De azért még gyorsan ránézek. Na 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 na. Ezt megvettük, jól van. Ezélek, hílelek, úgyis meggyógyít a trón. Na, akkor ez megvolt. Az itteni kérdőjelek is mind megvannak. Jó. Szerintem ezt is megvettem. De... hát de menjünk oda akkor ide. Akkor a Femish Town következik. Azért valószínű, hogy hamar átjutok a
Tehát metált hallgatsz. Egy jó kis Dimmu Borgir sose rossz. Bár én abból is csak a dallamosabbakat szerettem, az új cuccaikat már nem kultiváltam túlzottan. Nekem már az Abrahadabra se tetszett tőlük. Jó, mondjuk amióta Mustis ott hagyta a csapatot, azóta nem igazán megy a zenei aláfestés. Mert milyen fasz az izéket, dalokat írt az az ember? Ezt is megvettem. Faszom. Várjál! Még mielőtt elteleportálok. Töltsél fel. Kösz. Búzi. Ja, mi hova megyek? Teleportálni akarok. Szóval, akkor itt a Western Path is megvan. Minden kérdőjel le van tudva. Ezt az Infinite Bay-t is megvásároltam, ebben biztos vagyok. És ezt is megvettem. Ennek a izéjét. Vagy várjál, nem biztos. Ja, dehogy nem, mert az Infinite Bay-hez kapcsolódik. Tehát, hogyha itt lenne kérdőjel, azt már látnám. Oké. Ennek is megvásároltam a cuccát. A No Man's Landnek. Ott tőle. Ez is teljesen biztos vagyok benne. Amiben nem vagyok biztos, hogy ennek a helynek megvan-e. De itt azt sem tudom, hogy hol van a térképész. Ott. Aha, tehát ez a legalsó decknek. A legalsó decktől jobbra. Igen, a Nightwish sem olyan már. És az azért, az a kemény, hogy nem az énekes miatt, mert a Floornak kurva jó hangja van, szerintem. Hát amikor Wackenben előadták a Floorral a Ghost Love Score-t, akkor én így leesett az állam konkrétan. Hogy ez most mégis mi a fasz volt? És a jó értelemben, tehát hogy így... Én úgy gondoltam, hogy konkrétan túltett a tarján. Tehát hogy azt sikerült jobban csinálnia, mint az eredetivel. Ami azért nem kis teljesítmény. Jaj. Várjál. De most miért itt vagyok hülye? Hát le kell mennem a deck A-ra. Vagy a deck D-re. Meg alulra. Tan. Jó van, Krisz. Köszi, itt voltál. Megnézted, hogyan alázódik szét egy final boss. Ja. Na, szép volt.
Igen. A Dark Souls 2 azért szarjáték. Na. Bizony, ez nincs meg. Dima Kenta. Na. Mutasd, hogy itt hagytam-e el bárhol bármit is. Ott van! Bázd meg a izé! A vonatosnál nem mentem el vissza. Hallod? Megtaláltam! Vonatos arcnál nem mentem ebbe arra, akkor megérkeztem ide. Persze nyilván miért is csinálnád meg azt, amit akarok. Mindegy, nem lesz 836. halál. Jó, most menjél el innen, majd egy pillanat. Csak közben még itt kopogtak is. A fater kopogott.
nem raktam fürdőgatját a gyerekeknek. De hát reggel olyan szaridő volt, hogy én nem gondoltam, hogy jó idő lesz, aztán úgy voltam el, hogy... Mondom, majd ha jó idő lesz, akkor eljön érte. Reggel kurva hideg volt, úgymond nyárhoz képest, és hosszú ruhában kellett elküldenem a fiúkat óvodába. Konkrétan. Hú, de barátságtalan ez. Ó, innen kezdem. Az jó. Emlékszem, azért ez a terület is vicces volt. Nem lesz több halál. Az nem számít halálnak, hogyha beleesek valami áramba vagy ilyesmi, csak az a halál, amikor elfogy az életem konkrétan. Az meg nem fog megtörténni. Túl gyorsan töltődik fel a blood a gemeim miatt. Faszom! Na! Kész! Száz százalék! Ott van középen a 100%. Nagyon jó! Erről csinálunk egy screenshotot. Így né. Elküldjük a Pistinek. És... hát tulajdonképpen végeztünk. Azt, arra vagyok még kíváncsi, shift tab, vagy hogy kell behozni ezt? Igen, így. Teljesítmények. Micsoda, 78 teljesítményből csak 51 van meg. Mi? Mi hiányzik még itt, te? Ez 100%-os a game. Na nézzük, mi ez? Listen all phrases of the chronicler. Finish the game in less than 5 hours. Ez hülye. Aha, no damage boss harcok. No damage. Devourer 30 perc alatt érjem el és öljem meg. Garibaldi damage nélkül. Azok no damage hülyeségek. Hát jó, mindegy. Hagyjuk is. Szerintem hagyjuk is. Jó van, én ezt a játékot totálisan befejezetnek tekintem. A nehezebb fokozaton játszottuk végig, de nem normálon, hanem Noctison. Megöltünk mindenkit, kész az összes quest, minden küldetés meg, vagy minden láda ki van nyitva, megvan az összes gem, minden boss halott. Faszom már, nem tudom, megvan az összes zene, minden Soul Mirror fragmentet összeszedtem, mindent megcsináltam. A speedrunokra, meg a no-hit fasságokra nem vagyok hajlandó. Úgyhogy, ez ennyi volt, srácok. Röpke 70 óra. Röpke 70 óra volt. Úgyhogy... köszönjük ezt az ajánlást Pistinek, mert nagyon fasz a játék amúgy. Sok benne a rákos bullshit, de nyilván meg lehet csinálni, hiszen
nekem is sikerült, pedig én nem vagyok egy ilyen platformer állat. Úgyhogy, na, zsíros kenyér. Legközelebb Tarnishing of Juxiát játszunk majd valamikor, nem tudom mikor. Szerintem leghamarabb, ha streamelni fogok, akkor ez vasárnap este lesz. Úgyhogy addig is. Mindenkinek további jó csütörtököt. Legyetek kukik. Mert mindenki kuki. Én is kuki vagyok. Sziasztok, kukik. Kukik.